Sziasztok! Szia Laura! Szia! Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok! Kellemes karácsony! Jó, most mutatok egy nagyon-nagyon szép trükköt. Nézd, itt van egy hasáb, és ebbe a hasábba Ali. Mi van ebbe? Semmi. Oda is mutatjuk a kamerának? Semmi. Tehát ez az Ali egy részeges ember volt, és sokszor-sokszor berugott, de egyszer karácsonykor műsort tartott a kalifának. Igen, ám csak a kalifa észrevette, hogy az Ali részeges, égtelen dühbe gurult, és a testőreivel három részre vágatta Ali testét. Először a fejrész, neked is mutatom, utána a testrészt elválasztotta a lábrésztől, és legvégül ugye a lábrész, tehát volt a láb, a testrész és a fejrész, és ki akarta dobatni Ali testét a testőrökkel. Igen, ám csak a testőrök között volt egy nagyon jó barátja Alinak, aki egy kis varázslással is foglalkozott, és gondolta, hogy most kipróbálja a tudományát. Megpróbálta életre kelteni Alit. Mit szólsz hozzá? Megérdemel még egy esélyt az Ali? Megérdemli, jó van. Fogott egy ilyen hasábot, és ebbe a hasába beletette Alinak a lábrészét. Tehát először a lábrészt. Utána a test. A testet, nagyon ügyes, és legvégül... Pedig a fejét. Legvégül a fejét, jaj, de jó. És amikor ezzel készen volt, varázsköröket csinált, jól összepaszintotta Ali csontjait. És amikor leemelte a hasábot, a hasáb teljesen üres, így mutatom, hogy teljesen üres. És láttam, mi történt. Az történt, hogy a feje van alul, a lába középen, és a teste van fenn. Azt a mindenit, hát akkor ezek szerint nem sikerült a varázslat, igaz? Igen. És akkor mit kell csinálni? Na, megpróbált még egy variációt a testőr barátja. Fogta Ali lábrészét. Aztán. Alulról tette a hasába. Majd fogta a törzsét, látod? Azt földöröltette, és megint csak legvégül Ali fejét. Tehát megint csak láb, törzs, fej. Varázskörök, varázsigék. Tudsz te varázsigét mondani? Ez a csiribiri, csiribiri zabszalma megy neked? Próbáljuk meg együtt mondani. Csiribiri, csiribiri zabszalma. Bárki lehet bűvész ma, csiribiri, csiribiri bojtorján, kész is már a mutatvány. És akkor most megnézzük, hogy mi sikeredett ebből. Hoppá! Hát az történt, hogy a lába van lent, a feje középen, és a teste fel. Akkor ezek szerint megint csak nem sikerült? Hát akkor mit lehetett tenni ebbe az esetbe? Elment egy híres varázslóhoz. A híres varázsló megérkezett, meghallgatta, mi történt, egymást ötette Alinak a láb és a törzs részét, ugye ez a hasáb, ez üres, jól összepaszintotta, és akkor szólt a testőr barát, hogy hát varázsló úr, kimaradt Alinak a feje. Igen ám, de a varázsló azt mondta, hogy egy részeges embernek nincs szükség a fejére, itt most egy fejcserét fogunk csinálni. Beleegyezel? Jó, hozott magával a varázsló egy ilyen kis díszes dobozt, nézd meg, üres teljesen, amit látod, egy díszes dobozt, ebbe a dobozba beletette Ali fejét, még egyszer mutatom, így becsukta, csinált egy varázskört fönt, alul kettő, te is csinálj egy varázskört, nagyon jó, nagyon ügyes, és letette a dobozt, és a varázsló akkor egy varázskör jobbra, egy varázskör balra, a hasáb fölött, és már is ott állt Ali teljes életnagyságban. Most az történt, hogy a lába lent, a teste pedig középen, és a feje fenn. És már is fölé lett Ali, igaz? Igen. És amikor Ali megígérte, hogy soha többet nem iszik lótuszpálinkát, akkor a varázsló megajándékozta, ez teljesen üres, a varázsló megajándékozta őt egy cserép lótuszvirággal. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, gyere, adja apának egy puszit. Hogy tetszett a mutatvány? Jó!
Nagyon szépen. Nagyon szépen, még egyszer kellemes ünnepeket kívánok neked is, anyának is, és a követ